世の先駆者としてハンガリーへ進出したという言葉では示しきれない大きな意味があると思います。Nagyon nagy jelentősége volt annak, hogy még a rendszerváltozás előtt a Suzuki cég a magyarországi beruházás mellett döntött. そして今新たに新型 SX4 の生産を開始され、欧州市場で新たな挑戦をなされることは、欧州におけるスズキ社の存在感と SX4 の生産拠点としてのハンガリーの評価を評価の一層の向上をもたらすものです。Nagyon fontos ez az új modellnek a bemutatása, amellyel az európai piacon a Suzuki, magyar Suzuki és a Suzuki cég státuszát megerősítik, versenyképességét növelik. 新しい SX4 を見てその成功が確信できます。Biztos, hogy az új SX4-et meglátva meg fognak győződni arról, hogy egy versenyképes autóról van szó. さらに Suzuki のハンガリーにおける成功にはハンガリー側の協力があります。A Suzuki magyarországi sikeréhez szükséges volt a magyarok együttműködésére is. 89年以来、一貫してハンガリー政府と Suzuki の工場があるこのエステル・ゴム氏は、Suzuki と協力し、発展の道を共に歩んできました。1989 óta a magyar, minden magyar kormány messze menőkig támogatta és segítette a gyár munkáját, az Esztergom város vezetése is nagyon sokban hozzájárult a sikerekhez. そして今はオルバーン首相という欧州でも KEU の指導力を有するリーダーの協力を得て、さらに発展に向かおうとしています。A mostani kormányvezetője Orbán miniszterelnök úr is Nyugat-Európában is egy erős vezetőként elismert politikus messze menőkig segíti a cég fejlődését. Orbán 首相のハンガリーの経済的発展戦略と信念に裏打ちされた政策のもと、当地の製造業は欧州の中でも有数のものとなっていくでしょう。Orbán miniszterelnök úr a gazdasági nyitás, a gazdasági fejlődés célkitűzésével európai társai versenyképességét növeli. その中でマジャール鈴木社は引き続き重要な役割を果たしていくものと確信します。Megalapította a stratégiai partnership rendszerét, melyhez a magyar Suzuki céget is meghívta. そしてこの鈴木社の順調な発展を支えているのはハンガリーの従業員の皆様の日本企業の文化への理解にあると考えています。Nagyon fontos volt a Suzuki, magyar Suzuki cég fejlődéséhez az, hogy a magyar dolgozók megértették a japán termelési kultúrát, a japán emberek gondolkodásmódját. この場を借りてハンガリーの皆様にもお礼を申し上げます。Ezt a lehetőséget ragadom meg, hogy megköszönjem mindannyiuk erőfeszítését. 日本とハンガリーの関係は二国間だけでなく欧州においてそして世界においてますます重要となってきています。マジャル・ヤパン kapcsolat nem csak Magyarországra, Európára is kihat és a nemzetközi kapcsolatokra is kihat. 今年の6月16日はワルシャワでオルバーン首相と安倍総理の会が会談を行われました。Ez év júniusában a Visegrádi négyek Varsóban a varsói tanácskozásán a japán miniszterelnök, a Abe miniszterelnök úr is részt vett. また先般は岸田外務大臣が当地を訪れオルバン首相にお会いいただいております。Sőt, a külügyminiszter úrunk is tárgyalt a miniszterelnök és a külügyminiszter úr is Orbán úrral. さらに今年の11月にはオルバン首相の訪日も予定されています。És tervezett Orbán miniszterelnök úrnak ez év novemberében egy Japánba történő látogatása. このように緊密な首脳レベルを含む両国間の関係強化は、日本とハンガリーの間のビジネス関係を一層強化する機会を与えるものと考えます。Ilyen intenzív kapcsolat felvétel bizonyára tovább fog vezetni a gazdasági kapcsolatok bővülésére is. 今回のマジャール鈴木社の新型 S クロスの生産開始は、日本とハンガリーにおいて関係強化の機運が高まる中で、その関係に実態を与える非常に重要な出来事です。Bizonyára ez a mostani alkalom, amikor egy új modellt vezetnek be, és ezzel még intenzívebbé válnak a magyar-japán kapcsolatok, tovább segítik a gazdasági együttműködést. 日本とハンガリーの将来の関係強化と鈴木社及び両国の発展ための大事な一歩となることを記念して、私の挨拶といたします。Üdvözlő beszédemet azzal szeretném zárni, hogy ez a mai esemény, ez a mai alkalom további lépéseket vezet a két ország kapcsolatában és a gazdasági kapcsolatok fejlődésében. Köszönöm szépen! Arigatou.
Köszönjük. Köszönjük szépen nagykövet úrnak. Most pedig megkérném Orbán Viktor miniszterelnök urat, hogy mondja el ünnepi beszédét. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Egy angol parlamenti képviselő egyszer azt mondta, hogy az üdvözlő beszédem előtt szeretnék mondani valamit. Én is így érzem most magam. Mielőtt az üdvözlő beszédemet ismertetném, engedjék meg, hogy én is mondjak néhány gondolatot. Az első gondolat az, hogy különleges élmény mindig japán befektetőkkel találkozni. Különleges élmény itt lenni a Suzuki gyárban. Nem csak azért különleges, mert egy új autómodell bemutatását mindig izgalom előzi meg, hanem a japánokkal való találkozás miatt is különleges. Önök is láthatják, hogy az ő kultúrájukban még megvannak azok a gesztusok, amelyekkel a tiszteletet és a méltóságteljes emberi viselkedést fejezik ki, ami oly nagy mértékben hiányzik, illetve fogyóban van a mi kultúránkból. Ezért is fogadtam nagy örömmel azt a meghívást, amit japán kormányától kaptam, hogy Magyarországot képviselendő hivatalos állami látogatást tegyünk Japánban. Különleges élmény számunkra a mai nap azért is, mert Suzuki úrral találkozhatunk. Nem szoktunk erről beszélni, mert a japánok épp az előbb elmondott tisztelet és méltóságteljes viselkedés jegyében általában nem szeretnek a saját érdemeikről a nyilvánosság előtt beszélni. Pedig volna miről. De talán ez egy jó alkalom arra, hogy amit megragadhatok, hogy személyesen Suzuki úrnak is köszönetet mondjunk, és kifejezzük iránta a nagyra becsülésünket. Én nagyon sok európai és világ sikerre vezető gyáralapítást ismerek, tanulmányoztam ezek történetét. Magyart is, hiszen valaha nekünk is volt ebben részünk, és külföldi gyárak történetét is. Biztosan mondhatom önöknek, hogy nincs egyetlen olyan nagy gyára sem a világnak, ami mögött ne állt volna, vagy ne állna egy nagy ember. Nagy emberek nélkül nincsenek nagy ipari teljesítmények sem. És egy pillanatig se legyen kétségünk afelől, hogy ennek a gyárnak a létezését, itt Esztergomban, a Suzuki létezését a világban tekintélyes mértékben egy nagy embernek, Suzuki úrnak köszönhetjük. Ezért is indokolt, hogy kifejezzük iránta a nagyra becsülésünket. Szeretném fölfedni azt a sokak által nem ismert tényt, hogy Suzuki úr minden évben egyszer ellátogat Magyarországra, és ilyenkor a magyar kormány és jó magam nem egyszerűen csak tisztelegve üdvözöljük őt, hanem egyfajta titkos belső tanácsosként is használjuk, fölhasználjuk az ő tudását a világgazdaságról, és a gondolatait és a javaslatait rendszeresen próbáljuk beépíteni abba a gazdaságpolitikába, amit Magyarországon folytatunk. Ez az a pillanat, ahol talán érdemes az itt lévőket emlékeztetni arra, hogy bár Magyarországot szokták úgy emlegetni a világgazdaságban, mint sajátos eszközöket alkalmazó és új utakat kereső, kísérletező országot, de ha önök összevetnék a magyar kormányzati gazdaságpolitika újszerűségét azzal a szinte forradalmian újszerű gazdaságpolitikával, ami ma Japánban van, akkor rögtön láthatják, hogy bizony itt sem milyen az elsőség. Ha van szokatlan, korábban még nem járt utakat kereső gazdaságpolitikai kísérlet ma a világban, az elsősorban Japánt és a japán kormányt jellemzi. Engedje meg, Suzuki úr, hogy az ön személyén keresztül is japán népének, a japán embereknek, a japán kormánynak és a japán gazdaságnak azt kívánjam, hogy sikeresen fejezzék be, sikeresen vitelezzék ki azt a gazdaságpolitikát, amellyel most ámulatba ejtik a világot. Tisztelt hölgyeim és uraim! Ezek után szeretném elmondani az üdvözlő beszédemet. Tisztelt hölgyeim és uraim! Bátran mondhatom, hogy a Suzuki és Magyarország
Japán és a magyar gazdaság két évtized tartó együttműködése egy újabb mérföldkőhöz érkezett. A rendszerváltást követően a Suzuki volt az egyik olyan nagyvállalat, amely lehetővé tette, hogy Magyarország 50 év után ismét beindíthassa az autógyártást. Egyike volt azoknak a nemzetközi vállalatoknak, amelyek segítettek nekünk abban, hogy a magyar gazdaság ismét visszakerüljön a világgazdaság térképére. Az elmúlt 20 év közös munkájának köszönhetően az Esztergomban gyártott minden egyes modell többet jelent számunkra egy autónál. A Suzuki valóban a mi autónk. Minden egyes Suzuki autó mögött magyar munkahelyek százai állnak. A mi autónk azért is, mert a Suzuki elkötelezett partnere a magyar kis- és középvállalkozásoknak, a magyar Suzuki részvénytársaság beszállítóinak 25%-a magyar, ami tisztelt Hölgyeim és Uraim azt jelenti, hogy a vállalat közvetve az itt dolgozókon túl további 30 000 magyar családnak biztosít megélhetést. Ez a szám minden remény szerint a későbbiekben még tovább növekszik majd. Mindezek fényében nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez a gyár a magyar gazdasági növekedés egyik motorját jelenti, amely hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország tartós növekedési pályán maradjon. Tisztelt Suzuki úr, excellenciás nagykövet úr, tisztelt polgármesterasszony, hölgyeim és uraim! Nehéz munka volt az elmúlt 3 évben Magyarország gazdaságát kihúzni a gödörből. Éppen ezért engedjék meg, hogy kellő szerénységgel, de ne menjünk el szó nélkül a magyarok és Magyarország büszkeségre okot adó teljesítménye mellett. Nekünk magyaroknak 2008 előtt sem volt minden rendben a házunk táján, ezért a világgazdasági válság kétszeres erővel sújtott le ránk. Óriási államadósság, költségvetési hiány, hiányzó munkahelyek, égbeszökő rezsiköltségek, munkát büntető adórendszer. Ebben a világban éltünk még 3,5 évvel ezelőtt is. Örömmel jelentem, hogy 2012-ben csökkentettük az adósságunkat, erre velünk együtt az Unió 28 államából csak 6-an voltak képesek. Költségvetési hiányunk immáron az egymás követő 3. évben 3% alatt lesz, ami csökkenő pályán tartja hazánk adósságát. Ismét képesek vagyunk ellenőrzés alatt tartani pénzügyeinket, és megállunk a világban a saját lábunkon. Kiegyensúlyozott és megbízható gazdasági környezetet hoztunk létre, meg is indult a beruházások növekedése az utolsó negyed évben. Tisztelettel jelentem Suzuki úrnak, hogy ma már egy munkaalapú, a termelőiparra építő Magyarországot mutathatok be önnek. Különösen nagy öröm számunkra, hogy a Magyarországon befektető japán cégek ebben a küzdelemben fontos szövetségeseink. A japán cégek 2010 óta összesen 1,36 milliárd euró magyar pénzben számolva 400 milliárd forint értékű beruházást valósítottak meg. Ezek a beruházások egész pontosan 2683 új munkahelyet eredményeztek. Rendkívüli teljesítmény ez a japánok részéről, ha figyelembe vesszük, hogy a japán vállalatok a gazdasági válság idején kötelezték el magukat új magyarországi beruházások és magyarországi munkahelyteremtés mellett. Nekik is köszönhető, hogy a foglalkoztatottak száma Magyarországon újabb csúcsra ért, a május-július közötti időszakban majd 4 millióan dolgoztak Magyarországon, és ez 56 ezerrel több, mint egy évvel korábban, és 200 ezerrel több, mint a 2010-es választásokon volt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, legalább ilyen fontos azonban, hogy nem csak a munkavállalók száma emelkedik, hanem a munkát aktívan kereső emberek száma is, mert mindenki megértette Magyarországon, hogy csak a munka révén leszünk képesek családjaink számára stabil és kiszámítható jövőt biztosítani. Tisztelt Suzuki úr, mi magyarok jól láthatja ezekből a tényekből is, elköteleztük magunkat a fenntartható munkahelyek bővítése mellett, és 10 év alatt 1 millió új munkahely megteremtését tűztük ki célul, és ezt a célunkat teljesíteni is fogjuk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim,
Magyarország és a Suzuki felismerte, hogy a céljaik azonosak, és az utunk egy irányba vezet. Ezt a felismerést erősítette meg stratégiai együttműködési megállapodásunk, amelyre most újabb pecsétet tesz az új Suzuki modell. Ennek a szövetségnek az alapját, tisztelt Hölgyeim és Uraim, is ez volna mondandóm lényege, valójában nem Suzuki úr és nem is a magyar kormány rakta le. Ennek a szövetségnek az alapját azok a magyar emberek rakták le, akik hosszú évek óta végeznek kiváló munkát az Esztergom Suzuki gyárban. Az ő szakértelmüknek köszönhető, hogy a magyar Suzuki, a Suzuki Motor Corporation cégcsoport fontos tagjává lépett elő, nekik köszönhető, az ő itteni helytállásuknak és munkájuk színvonalának köszönhető, hogy az új modell sorozat gyártására is hazánkban kerül majd sor. Az esztergomi Suzuki gyárra méltán lehet büszke az anyavállalat, és büszke lehet minden magyar ember. Én biztos vagyok benne, hogy az új modell sorozatgyártása a lehető legjobb helyre került, és az autópiacon hasonló vagy még nagyobb sikereket ér majd el, mint a 2004-ben bevezetett Swift, amely annyira népszerű, hogy összesített eladási száma a világban már átlépte a 3 milliót. Ezért, tisztelt Suzuki úr, mi a magunk részéről azon leszünk, hogy minél jobban elmélyítsük a közöttünk lévő szövetséget, amelynek segítségével újabb és újabb fejezetét tudjuk megírni a magyar és a japán gazdaság közös sikertörténetének itt Magyarországon, Európában. Ezért, tisztelt Suzuki úr, szeretném ön tájékoztatni arról, hogy a korábbi megállapodásainknak megfelelően minden előkészületi munka megtörtént, 2017 végére állni fog az új komáromi Dunahíd, olyan műszaki paraméterek mellett, ahogy azt a Suzuki kérte, és tájékoztatom önöket arról is, hogy 2017-re megépítjük az Esztergomot az M1-essel összekötő utat is, amelynek az előkészítő munkálatai megkezdődtek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönöm szépen, miniszterelnök úr! Hölgyeim és uraim! Nincs annál szívderítőbb pillanat egy vállalat életében, mint amikor